Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Új óvoda. Elkészült a Katolikus Nevelési Intézmény Ajka Tósok-Berényben. Magyar Művészeti Akadémia. Első program sorozatára készül a Veszprémi munkacsoport. Éltető. Újabb egyeztetés a helyi fejlesztési stratégiáról. Coop Rally. Összefogás a minőségi magyar termékekért. Az Eszelbau építőipari és kereskedelmi Kft. Magas és mélyépítési munkálatok generál kivitelezésével foglalkozó vállalat. Jelenleg is bővíti munkavállalóinak körét. Kőműves, festő és építőipari segédmunkás munkatársakat keres, akiknek egész évben biztosítják a foglalkoztatást. Részleteket a vállalat honlapján találnak az érdeklődők. Tehát, ha állást keres, Eszelbau Kft. Tapolca. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásában jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Iván Anna vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom, a TAR Kft., valamint a Magyar Telekom kábelszolgáltatók digitális rendszerén. Ez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, Ajka, Tapolca, valamint Sümegés térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. Az óvoda nem csak egy intézmény, hanem egy közösség, a jövő közössége. Jelentette ki Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter pénteken Ajkán a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda új, csaknem 1,4 milliárd forintból megvalósult épületének átadásán. Az eseményen részt vett Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Udvardi György, veszprémi érsek is. A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda kórusa köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében hangsúlyozta, mindössze másfél év alatt valósult meg az ajkaiak álma, és készült el az új nevelési intézmény épülete. A kivitelezőket is hajtotta az a lendület, az a motiváció, hogy a jövő nemzedék számára teremthetünk most itt otthont, mint ahogyan itt a bővülő városrészben, Ajka, Tósok-Berényben is láthatjuk, egymás után születnek az otthonok, költöznek ide a fiatal családok, gyerekestül vagy gyereket várván, és ebből adódóan természetesen örömteli hír az, hogy most már óvodája is van ennek a városrésznek. Soltész Miklós államtitkár nagy vállalásnak nevezte, hogy a katolikus egyház a Veszprémi Főegyház megyében 4 új óvodát épít, és további 2 újít meg. Megnyugodhatunk, mondta, jó kezekbe kerülnek a gyermekek. A katolikus egyház, vagy általában az egyházaink, maga az iskolai és óvodai nevelés, az ottani pedagógusok, tanítók, nevelők és a szülői háttér, hogyha összefog, akkor igenis ezekből a gyermekekből elő tudjuk hozni a legjobbat, és ebből a pici gyermekből, gyermekekből a legtöbb csodát ki tudjuk hozni. Udvardi György érsek úgy fogalmazott, intézményeik egyre inkább olyan belső otthonná válnak, ahol biztonságban, világos értékrend alapján Krisztust ismerve tudnak növekedni a gyermekek. Nem csak óvni szeretnénk a gyermekeinket, hanem úgy segíteni, fölvértezni, gondolkodással, életvitellel, egymásra figyeléssel, olyan tapasztalattal, ami képessé teszi őket arra, hogy a jóért küzdeni is tudjanak. Réder András, az intézmény igazgatója örömét fejezte ki, hogy újra működhet óvoda a Tósok-Berényi városrészben. A létszám hamar betelt, 100 kisgyermek tekintheti már második otthonának. Az igazgató az iskola legrangosabb kitüntetését adta át Udvardi György érseknek, majd az áldás következett és az átadás jelképező nemzeti színű szalag átvágása.
A jelenlévők megtekinthették az új intézményt, a tágas tereket, a kiválóan felszerelt udvart. Hogy nem egy szokványos minőségben és nem egy szokványos óvodaépítési módon készült kivitelezésre el ez az épület. Át tudtuk adni időre, meg tudták kérni a működési engedést, és minden gond és probléma nélkül szeptember 1-én tudtak kezdeni a gyerekek. Teljesen jó a kialakítás, a szép, fényes, tágas a belseje, úgyhogy tényleg meg vagyunk teljesen elégedve. Az új 1224 négyzetméter alapterületű óvodaépületet egy csaknem 5000 négyzetméteres saroktelken alakították ki. Az ingatlanban 4 galériás óvodai csoportszoba kapott helyet mosdókkal, öltözőkkel, foglalkoztató helyiségekkel, tornaszobával, irodákkal, melegítő konyhával, valamint orvosi szobával. A bejárattal szemben 18 férőhelyes parkolót is építettek. A 200 éves Magyar Tudományos Akadémia kistestvére a Magyar Művészeti Akadémia 10 évvel ezelőtt alakult meg Budapesten. Ma már 7 regionális munkacsoportja működik, így Veszprémben is Oberfrank Pál, Kossuth Díjas színész rendező irányításával. Szeptember 22-én és 23-án nagyszabású konferenciára készülnek, erről tartottak sajtótájékoztatót. A Veszprémi munkacsoport elnöke, Oberfrank Pál, Kossuth és Jászai Mari Díjas színművész, rendező és színházigazgató, valamint a szervezet titkára, dr. Várszegi Tibor egyetemi adjunktus tartották a sajtótájékoztatót a kétnapos konferencia programjairól. Elhangzott, hogy a Magyar Művészeti Akadémia 7 régiót hozott létre Magyarországon, ennek egyik részét alkotja a Veszprémi Regionális Munkacsoport, mely idén tavasszal alakult meg. Jelenleg minden lépés újdonságnak számít, hangsúlyozta Oberfrank Pál. Azt érezzük, hogy ami fontos kimondani, hogy Magyarországon, vidék Magyarországán, tehát Budapesten kívül, óriási teljesítmények vannak, óriási kulturális élet van, fesztivál élet van, művészeti élet van, és nagyon sok olyan életpályát tudunk felmutatni, amelyek hangsúlyosak a magyar kultúra számára, és talán az egyik fő célja ennek a munkának az, hogy ezeket felszínre hozzuk, és minél inkább meg tudjuk szólítani. Illetve bemutassuk azt, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának, bár a központja Budapesten van, de a tagjai, a tagsága az a Kárpát-medencében van elsősorban, nagyon sokan vannak a vidéki helyszíneken, és életszerűnek, fontosnak tűnt az, hogy ezek a régiók megszülessenek. A szeptember 22-ére és 23-ára szervezett kétnapos program a munkacsoportnak az első megmutatkozása. Szombaton egy kiállítás megnyitóval indulnak a rendezvények, melynek Gobcsa Katalina kurátora. Vendég lesz továbbá Virág András, Liszt Ferenc díjas orgonaművész is. Bemutatkozik továbbá az irodalmi tagozat, a régióban megjelenő írók, költők műveit ismerhetik meg az érdeklődők. Vasárnap az építészet is a fókuszba kerül, Túri Attila, Kossuth és Éblü díjas építész tart előadást, majd Jankovics Tibor követi őt. Láthatnak portréfilmet is a jelenlévők, és nem utolsó sorban bemutatkozik a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi csoportja is. A mi célunk az, hogy ennek a elég jelentős területnek az értékeit, a legértékesebb alkotóit és életpályáit fölmutassuk, hangot adjunk nekik, megjelenésre késztessük őket, illetve összetalálkoztassuk, hogy ez a vérkeringés elinduljon, élő legyen, mert mint említettem, a vidéki kultúra és művészeti élet nagyon fontos, hogy hangsúlyosan megjelenjék, és hát persze a régióknak is jó lenne együttműködniük, és minden olyan intézménnyel, vagy olyan fesztivállal, rendezvénnyel, vagy olyan kezdeményezésekkel, mint például a Falvak és Városok Szövetsége, vagy hasonló ilyenekkel, akiknek hasonló feladatok, küldetésük van, valahogy megtaláljuk ezt a munkát. A Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi munkacsoportja által szervezett kétnapos programsorozat a nagyközönség számára nyitott és díjtalan lesz. Bemutatkozásképpen minden művészeti tagozat képviselteti magát.
Mindenkit várnak tehát szeptember 22-én és 23-án a Veszprémi Vár utcában lévő épületegyüttesbe. Nagy érdeklődés övezte az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület helyi fejlesztési stratégia előkészítő fórumát, melyet ezúttal Sümegen tartottak. Az egyesület tagjai több fórumon is részt vehettek, melyeken megoszthatták fejlesztési elképzeléseiket. A sümegi fórumon az egyesület közgyűlésére is sor került. A sümegi vár lábánál került megrendezésre a második helyi fejlesztési stratégia tájékoztató fóruma, mely 2023 és 2027 közötti időszakra foglalja össze a tagok fejlesztési elképzeléseit. A fórumokon az egyesület közel 60 tagja képviseltette magát. Természetesen mindenkit az érdekelte, hogy milyen fejlesztési igények majd jelennek meg nálunk a következő időszakban, és nagyon sokan jelezték azt, hogy mire lenne nekik szükségük. Elsősorban eszközbeszerzésekre, felújításokra, illetve az Éltetőnek a fő céljait is megjelennek. Sok civil szervezet képviseltette magát ifjúsági területen, illetve védjegyesek közül is sokan megjelentek. Ami pozitív nálunk, hogy a LEADER sohasem a nagy támogatásokról szól, hanem a kisebb összegű fejlesztésekre is szükség van, hiszen lépésről lépésre és együttműködve tudunk igazán előrelépni a vidék fejlesztéséért. Az egyesület elnöke dr. Rédei Zsolt beszédében hangsúlyozta, ez a fejlesztési stratégia nem lesz kőbe vésve. Céljuk, hogy a menet közbeni új gondolatok, ötletek és változások könnyen beiktathatók legyenek. Az érintett települések, vállalkozások és civil szervezetek mindegyike hozzájárult, hogy a helyi igények szerint kerüljenek meghatározásra a jövőbeni fejlesztések alapjai. Mi mindenképpen a saját kis portánkat fejleszteni, illetve a lehetőségek után kutatni érkeztünk, amiatt vagyunk kíváncsiak a mai délutára. Szeretnénk egy olyan közösségi teret kialakítani, ahol a portánkon kényelmesebben tudjuk fogadni a hozzánk látogatókat, és elsősorban most ez a cél, amit szeretném, hogy megvalósítani. Azért vagyok itt, hogy esetleg a 23-27-es időszakban egy olyan épületbővítést tudnánk örvényesen létrehozni, amivel tudnánk 4 évszakba nyitva lenni, és 4 évszakba a vendégigényeit kielégíteni. A sümegi fórumon már a stratégia részleteibe is belepillanthattak az egyesület tagjai, melynek a tervezetét egy közgyűlés keretein belül elfogadták. Köszönöm, államvélemény, tartózkodás, nincs egy kongódönt, és köszönöm. A Coop üzletlánc beszállító és üzleti partnereivel, valamint az agrárkormányzattal összefogva immár 17. alkalommal szervezte meg a Coop Rallit, amelynek kezdete óta legfontosabb célkitűzése a minőségi hazai élelmiszertermelés középpontba állítása. A kétnapos szakmai program során több mint 100 autó, 90 versenyző páros vett részt. Ajkán nyílott alkalmunk a rallival találkozni, ahol Nagy István agrárminiszter is köszöntőt mondott. A Coop Rally célja, hogy ellátogassanak a résztvevők Nyugat-Magyarország gyártóihoz és forgalmazóihoz. Ezen a napon Várpalota és Veszprém után Ajkára érkeztek. A Pólussütő Kft. Szabadtéri helyszínén gyülekeztek a versenyzők és kísérőik, a partnerszervezetek képviselői. Itt került sor a sajtótájékoztatóra is. Tóth László, a Coop Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja úgy fogalmazott, a 17 éve tartó, folyamatosan megtartott rendezvény beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ez a helyszínek, ahol voltunk, nagyon kiváló termékeket állító cégek, amik az ország legtöbb Coop-boltjában megtalálható. Egy jó üzenet a vásárlók felé, hogy igen, vannak nagyon jó magyar termékek, bátran lehet vásárolni, nagyon jó minőségűek, és én úgy gondolom, hogy aki a Coop-boltba vásárolja, nem is fog csalódni benne. Nagy István agrárminiszter azt hangsúlyozta, közelebb kell hozni az emberekhez azt a folyamatot, amely a termőföldtől indulva az asztalunkig vezet. Ha ezeket a folyamatokat bemutatjuk, egy kicsit személyessé tesszük, akkor az emberekben a döntés, hogy melyik teljes dobozt veszem le, melyik húst választom, melyik konzervet veszem le a polcról,
az tudatossá válik, és óhatatlanul is a magyar felé fog folyamodni, hiszen lesz egy személyes története, kötődése ezekhez. Az egész rendezvény erről szól. Közelebb hozni, bemutatni, személyessé tenni azt a mindennapi küzdelmet és mindennapi munkát, ami azért történik, hogy biztonságos élelmiszerellátás legyen Magyarországon. Sallai András, a Pólussütő Kft. Ügyvezető igazgatója ismertette a 70 éve működő üzem múltját, valamint a Kóppal való együttműködés jelentőségét. Gyakorlatilag közel 2200 településen van ott. Ez ugye érinti az ország nem csak a nagyvárosait, hanem gyakorlatilag kisebb településeket is, és mi ezáltal a Kóp által gyakorlatilag az ország összes kereskedelmi egységébe szeretnénk szállítani jó minőségű, megfelelő terméket, hiszen a magyar emberek keresik a magyar termékeket, a megfelelő és jó minőségű magyar termékeket, és ezért vállaltuk gyakorlatilag ezt a kihívást. A Kóp Rally résztvevői csak úgy, mint a többi helyszínen, itt is megismerkedtek az üzem tevékenységeivel, bepillanthattak a termelésbe. Ugye minden nap 4 állomásra mentünk el, gyártócégekhez, illetve egyébként felújított kóboltban is voltunk, úgyhogy nagyon érdekes és interaktív program volt. A Cakkunikum nyerte is, ugye 100% magyar tulajdonban van, és mi is preferáljuk a prémium magyar termékeket, úgyhogy ezért veszünk részt ezen a rallin. A hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb seregszemléje látványosan hívta fel a figyelmet a termékfejlesztések és kereskedelmi innovációk fontosságára. A résztvevő vállalkozások a folyamatos fejlesztésekben látják a jövőjüket. A 17. alkalommal megrendezett Kóp Rallyt végül éppen az Ajkai Pólussütő Kft. Csapata nyerte meg. A szarvas gimbika vadászatnak a főidénye szeptember hónapban van. A vadászok élhetnek szenvedélyüknek megfelelő keretek között, ám a szarvasbikák jelentős veszélyforrás jelentenek a közlekedők számára. Erre hívja fel nézőink figyelmét a Sümegi Kinizsi Vadásztársaság elnöke. A vadásztársaság úkon elhelyezkedő vadászházának udvarán ezen a reggelen éppen az előző napi éjszakai vadászsákmányok terítékre hozása történik. A vad tisztelete, az elejtett vad megbecsülése fontos alapja ennek a sportnak. Egy szlovák vendégcsoport tisztelt meg bennünket a megjelenésükkel, és mikor befejezik a vadászatot, akkor egy közös terítéket készítünk, és egy kis ünnepség keretében adjuk át jelképesen a trófeákat a sikeres és eredményes vendégvadászoknak. A vadásztársaság elnöke elmondta, nagyon jó természeti adottságú és jó génállományú szarvas területen gazdálkodnak, ennek is köszönhető, hogy kapitális kategóriába tartozó szarvasbikák kerülnek terítékre. Így volt ez az elmúlt években is, rendre helyezettek lettek a vármegyei trófea versenyen. Ez az időszak kitüntetett figyelmet igényel azoktól a járművekkel közlekedőktől, akik erdős területek közelében haladnak el. Szeptember a szarvasnász ideje. A szarvasbikák szemét is a lila köd elborítja, nem látnak, fülüket is, mintha bedugnák, és nem látnak, nem hallnak, mennek mindenfelé, különösen nem veszik figyelembe a közutakat, és az átlagnál nagyobb arányba fordulhatnak ilyenkor elő figyelmetlen szarvasok az úton, és fokozott közúti baleset veszély van, ezért mindenkit arra kérek, hogy szürkületi, esti időben lehetőség szerint mérsékelt sebességgel és körültekintően közlekedjen, hogy lehetőség szerint elkerülhetőek legyenek ezek a vadütközéses balesetek. A vadgázolások során azonnal szükséges a rendőrség hívása, majd az alapos helyszínelés. Egy vaddal való ütközés nem csak életveszélyes, de igen költséges is, tájékoztatotta a vadásztársaság elnöke. Nyílt napon lehetett megtekinteni az elmúlt szombaton Nagyvázsony határában azt a régészeti ásatást, ahol újabb kivételes római kori leletet találtak a szakemberek. Most éppen egy épület maradványait tárják fel, egymás mellett két hasonló sírépítménnyel, tájékoztatott Györfi Villám Zsombor, a Janus Pannonius Múzeum régésze. Azt, hogy római kori építési törmelék van a felszínen, még 2009-ben szántás után vette észre egy múzeumi kollégája, Pálfi Sándor.
2018-ban jutottak el oda, hogy talajradaros felmérést csinálhattak. Ennek során került elő ennek a két épületnek az alaprajza. Őszi művészeti fesztiválra kerül sor a Lesence vidéken ezen a héten szombaton. Balaton Ederics, Zalaha Láb, Lesence István és Uzsa ismét benépesül a kulturális szórakoztató programokra vágyó közönség jóvoltából. A programok főként a Szüret jegyében telnek, de lesz vándorkiállítás, kreatív játszóház, szöszmötölő és színes színpadi programokra is sor kerül. Kedves nézőink! Műsoridőnk végére értünk, hamarosan kezdődik a Zóna magazin. Nézzük, milyen témákat hoz mai műsorvezetőnk, Punk Zsófia. Köszöntöm nézőinket, ma is érdemes velünk tartani. Egy igazán különleges óvodai épület átadására invitáljuk elsőként önöket. Ajka Tósok Berényben új katolikus nevelési intézmény jött létre, galériás csoportszobákkal. Aztán szarvasbikák terítéken, vagyis mutatjuk, hogyan adják meg a tiszteletet az elejtett vadaknak a Sümegi Kinizsi Vadásztársaságnál, ahol éppen szlovák vendégvadászok jártak sikerrel. Megismerhetik műsorunkban, hogyan függ össze a zene és a tudomány, vagyis tanácsokat kaphatunk Frank Tamás professzortól, hogyan gazdagítsuk belső lelki világunkat. Ő például klarinétozással kapcsolódik ki. Programajánlónkban pedig egy sümegi rendezvényre hívjuk fel figyelmüket, de hallhatnak a baglyok hasznosságáról is. Mindez itt a Zóna magazinunkban. A híradó után én várom önöket. Most nézzük híreinket ismét röviden. Új óvoda. Elkészült a katolikus nevelési intézmény Ajka Tósok Berényben. Magyar Művészeti Akadémia első program sorozatára készül a Veszprémi munkacsoport. Éltető. Újabb egyeztetés a helyi fejlesztési stratégiáról. Coop Rally. Összefogás a minőségi magyar termékekért. A Balaton felvidék, Sümeg és térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink! A digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8-kor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Kérjük, lájkolják Facebook oldalunkat és kövessenek minket az Instagramon és a TikTokon is. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu és böngészni korábbi anyagaink aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket, viszontlátásra!